Sziasztok! Most összegyűlt a pajzs gyűjteményem, úgymond, és összekraftolom. Nézzük ezt az új kraftolási rendszert. Én még ideig mindig a szarabbakat kaptam, szóval soha nem kaptam semmi értelmeset. Egy olyan pajzsot akarok, amiben ilyen 80% elhárítás érték, és egy ilyen 0,50% hárítási erő van, és azt Sok felhúzni szerencsét. a köz. Eljön, vagy el kell. Mert hogy idáig egyszer nem kaptam, pedig már vagy hát kétszer négy rohadt jó pajzsot már összekraftoltam, és mind a kétszer szart adott ki, úgyhogy inkább De visszaraktam. előre rakd a jókat. Tudom, első kettőbe a jót kell rakni, ugye? És a hátsó kettőbe, amit raktok, az pedig el fog veszni, hogyha úgy döntötök, hogy mégse kell a pajzs. És az első kettőt kapjátok vissza. Én most az elsőbe berakok egy 86%-kal nagyobb elhárítási értékkel bíró pajzsot. Berakok egy 39% és egy 0,35 hárítási erős pajzsot. A másik kettőbe pedig hát berakok egy 0,52 hárítási erős 114 védelmeset és egy 43%-kal nagyobb elhárítást és 0,30 hárítási erőt. Akkor azt mondja 30 vagy 3 arany, ugye? 3 aranyért nézzük, mit fogunk kapni. Hát kurva jó lenne, ha egy rohadt jó pajzsot kapnánk, nézzük. Erre kaptunk egy 43%-kal nagyobb elhárítási értéket 0,68 hárítással. Hát most nem mondom, hogy ez egy rakás szar, mert hát annyira nem retek. Jó, fogadjuk el, jobbat úgyse fogunk kapni soha, amilyen szar ez az egész rendszer. De nézzük meg akkor, ha már itt vagyunk, hogy most mennyivel lettünk jumpibbak, szóval azt mondja. Kivesszük a rúnát először is. Runa eltávolítása. Bocsi, be vagyok rekedve, vagy nem tudom mi van. Szóval. Azt mondja, hárítás erő ugye 50, ez legyen 46, meg 54. Berakjuk ezt. Már a védelem érték ugye több. A hárítási érték a szúzással megy, viszont a hárítási erő 63 lett, ami elég jó. És most felhúzzuk runából. Azt mondja, hány szintet tudunk beletolni. 38-ig fel tudjuk húzni. Ez tökéletes. És most nézzük meg. 56% védelem, 53 hárítási érték, és 63 hárítási erő. Hát ezzel nem lettem előrébb, én úgy érzem. Úgyhogy most egyelőre kipróbálok egy-két kört ezzel a felállással, de hát ez se jött össze, úgyhogy ja, majd próbálkozunk. Van még itt egy hárítási erős pajzsom. Ja, ez a rendes pajzsom. Meg itt egy ilyen, meg egy úgyhogy kecske is. Igen, az is van. Szóval vannak itt még lehetőségek. Kecskék. Meg ó, van itt egy ilyen ritkám is, de jó. A trezorban van még egy, ezt is. Hát hát ha összejön, úgyhogy ja, ennyi lettünk volna. Sziasztok!